2017-ben indult egy projekt a Nyíregyházi Egyetemen, amelynek célja a minőségi oktatáshoz való hozzáférés esélyeinek növelése. A projekt része a készségfejlesztő előadások és élményközpontú szakmai napok szervezése. Kiemelt terület a műszaki, természettudományos, matematika és informatika szak. A vendégem a stúdióban a JEEP programmal kapcsolatosan a program szakmai vezetője, Dobróni doktor Tóth Márta, köszöntöm. Én is köszöntem a nézőket. Mennyire népszerűek úgy önmaguktól, úgy eleve ezek a területek? Mi a tapasztalat? Köztudott, hogy nem igazán népszerűek. Már hosszú évek óta az a tapasztalat, hogy nagyon kevés középiskolás választja továbbtanulási tantárnak, például a fizikát, a kémiát, a matematikát. És a pályázattal pontosan az a célunk, hogy népszerűsítsük ezeket a tantárgyakat, ne érezzék a diákok azt, hogy ez mumus vagy esetleg nehézséget fog jelenteni. Nincs itt semmi probléma ezekkel a tantárgyakkal, hogyha megfelelő módszerekkel, megfelelő munkaformákkal tálaljuk a diákoknak, akkor bizony népszerű is, népszerűvé is tudják, tudjuk őket tenni. Mondjuk én pont olyan helyről jövök, a jövök, ahol borzasztóan népszerűek voltak ezek a területek és tantárgyak, egy olyan középiskolában, olyan osztályban volt szerencsém tanulni. Bennünk ez fel sem erült, hogy ezt népszerűsíteni kell, de, de hogyha, ahogyan ön mondja, csalogatni kell a diákokat, hogy a felsőoktatásban válasszák a továbbtanulási iránynak ezeket a területeket, akkor hogyan lehet önbizalmat csempészni beléjük? Mert hogy én azt gondolom, hogy azon túl, hogy ezeknek a területeknek a, az ezekben rejlő lehetőségeket megmutatjuk, azon túl biztos, hogy egy kis önbizalomépítésre is szükség van, ha jól sejtem. Igen, mindenképpen. Na most ezt ugye első kézből a középiskolai tanárok, pedagógusok tudják átadni, én azt gondolom, hogy ha ők módszereiben, munkaformában olyan területeket, olyan lehetőségeket választanak, amivel a diákok csoportokban tudnak dolgozni, vagy problémafeladatokat kapnak, ahol el kellene gondolkodni, ahol kreativitás, logikai készségeket tudják fejleszteni vele, akkor én azt gondolom, hogy ez az út, ez járhatóvá válik. Ezt én nagyon fontosnak tartanám. A másik, amit az egyetemek tudnak biztosítani, hogy úgy, ahogy és fogalmazta, hogy egy kicsit csalogatni kell őket, hogy rócsózni kell, hogy megmutatna a szépségét, az élményeket, Élmény közelévé kell tenni ezeket a tantárgyakat, hogy bizony nem csak a tankönyveken keresztül lehet információkat, hanem kísérletekkel, kutatásokkal, projektekkel be lehet kapcsolódni ezekhez a tantárgyakhoz, és így talán népszerűsíteni is tudjuk ezeket a tantárgyakat. Megpróbálom két irányból megközelíteni ezt a programot. Beszéltünk a középiskolai tanárokról, akik ezeket a területeket ugye felvezetik a diákok számára, illetve beszéltünk azokról a diákokról, akikből hallgatók lesznek majd, és remélhetőleg többen lesznek majd ezeken a szakterületeken, ezeken a választott pályákon. Kire, nagyobb, kire hárul a nagyobb felelősség? Vagy igazából ebben a programban mindenki részt vesz? Azok a pedagógusok is, akik a középiskolában oktatják a gyerekeket, illetve nyilván a középiskolások bekapcsolódnak, mint befogadó. A pedagógusoknak a módszertani kultúrájukat más pályázat segíti. Ebben a mi pályázatunkban ez kifejezetten ez arról szól, hogy a tantárgyakat népszerűsítsük, illetve a hozzájuk kapcsolódó kutatási lehetőségeket és szakokat. Mert nem csak az egyetemek kapcsolódnak be ebbe a programba, hanem a vállalatok is, a gyárak is. Tehát ezt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy több oldalról mutassuk meg a diákoknak azt, hogy mi a pedagógus megmutatja, hogy mi van a tankönyvekben, ez hogyan működik a természettudományban, a természetben, a környezetünkben. Mi megmutatjuk azt, hogy a továbbtanulásuk során ezeket az ismereteket mire fogják fordítani, hogyan lehet kutatásokban, projektekben közreműködni, és hogyan lehet majd ezzel olyan diplomát szerezni, amire majd a jövőben szükség lesz, egyre nagyobb szükség van azt tapasztaljuk, és a termelésből jött szakemberek pedig mellénk állnak abban, hogy motiválják, biztassák nem csak a középiskolásokat, mert az egyetemistáknak is kell, hogy a lemorzsulódás csökkentsük, hogy igenis szükség van a te szakterületedre egyre inkább, mert nagy hiány van a mérnökpályán, egyre inkább lesz fontos a diplomád, és hogyha ezt a projektet vagy ezt a tanulmányt te megtanulod, elvégzed, akkor bizony a mi területünkön, a gyár, a vállalat, kultúrában megállod a helyed, és egy nagyon kiváló szakember fog belőled válni. Minek is a rövidítése pontosan ez a Jeep? A Junior Engineer Education Program, ez ennek a pályázatnak a központi eleme. Ez egy 40 órás képzést ad a jelentkező fiatalok számára, és gyakorlatilag matematika, informatika a műszaki pálya területén, és a természettudományok közül a kémiát, a fizikát fogja, illetve a biológiát és a földrajzból is kapnak egy kis ízelítőt, pontosan azért, hogy rálátásuk legyen ezeknek a fiataloknak arra, hogy majdan a diplomájukkal mi is fogja őket várni a munkavilágában. Egy programról beszélgetünk, vagyis egy pályázatnak egy, egy szép és fontos, hasznos részéről. Mennyi idő van erre? Tehát mekkora az az időintervallum, amiben gondolkodni lehet, és azt gondolom, hogy a jó bevált módszereket, dolgokat talán, indentők indentől kezdve be is lehet építeni egy, egy átgondolt elképzelés révén. Igen, mindenképpen. Például ez a 40 órás program, ez kétszer fog futni a Nyeregyház Egyetemen. Már most elindult ebben az évben, és jövőre is tervezzük még egyszer, hiszen úgy tűnik, hogy népszerű, de még mindig nem elég népszerű. Tehát a, a jelentkezési adatokból az látszik, hogy ugyanez van, hogy mondjuk 20 főre hirdettük meg, és 15-en jelentkeztek be. Tehát mi azt gondoljuk, hogy hogy lehetne még népszerűsíteni a programot, még mindig nem eléggé agilisak a fiatalok ezen szakterületek irányába, pedig nagyon hasznos dolgokat kapnak ez alatt a program alatt, hiszen olyan szakemberekkel találkoznak, nem csak egyetemi oktatókkal, professzorokkal, hanem a termelésből jött szakemberek is bekapcsolódnak ebbe a programba, ahol már olyan képzéseket kínálunk, amivel majd az egyetemen fog találkozni. Igazából egy kis mini mérnök képzésről beszélünk, tehát hogy egy-két példát mondjak, hogy hogyan kell robotokat programozni, hogyan lehet ezek ezeket a gépgyártás technológiában felhasználni. De egy kicsit azért ízelítőképpen a pilóta képzéshez is hozzányolunk, tehát hogy a fedélzeti műszereket megismerjék, aztán a repülőgép szimulációjával kapcsolatban is kapjanak ismereteket. Aztán az informatikában élménylaborba visszük be őket, ahol a, a robotozásnak, a, Neo, a NAO, illetve a LEGO robotoknak a programozását is megismerik. Természettudomány területén és mikroszkópok vizsgálatával, illetve nem tanulmányozásával nem az, hogy foglalkoznak. Nem lehet az, hogy már ezekre a programokra és azok a gyerekek mennek el, akik eleve érdeklődnek az adott terület iránt? Tehát nem lehetséges az, hogy valahol a bizonytalan tanulókat is meg kellene találni, hogy, hogy egyáltalán ahhoz kapjanak segítséget, hogy Ja, hát, hogy ebbe az irányba is lehet gondolkodni. Mert most, ahogy ön elmesélte ezeket a remek kezdeményezéseket, olyan érzésem van, mintha már ők amúgy is tudnák, hogy ez nekik tetszik. Igen, tehát ők, megmondom őszintén, hogy vannak közöttük általános iskolások is, tehát akik rendkívül módon érdeklődnek, valóban, ahogyan is mondja, hogy már egy picit elhatározottabbak. A többieknek ízelítőket tudunk adni, olyan kísérletekbe vonjunk be őket, ahol ők maguk élményközeli, hát olyan kísérletekben vesznek részt, ami felkelti majd az érdeklődésüket. Egyszerűen így tudunk elindulni, és minél több irányból tudjuk nekik megmutatni a természettudomány, illetve a műszaki terület szépségét, azt gondolom annál nagyobb esélyünk van arra, hogy ezeket a tantárgyakat választák. Csak megint egy-két program mondok, hogy akadémiai kaszinót, ahol nagyon érdekes előadások formájában, de inkább gyerekbarát előadások formájában közvetítjük a tudományt. Vagy például olyan kommunikációs programokat, ahol egy kicsit az érettségi eredményeknek hát a javításához járulunk hozzá, mert ugye bár alig alacsony óra számban tanulják ezeket a tantárgyakat, viszont a elvárás érettségén elég magas. Aztán például olyan só elemek, kémia, fizika sóba kapcsoljuk be őket, ahol ők maguk is kísérleteket mutathatnak be, és még ehhez hasonló számos programmal várjuk őket. Köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánom, hogy legalább a keret létszám mindig meglegyen ezeken a területeken. Én bízom benne, hogy meg lesz. Nagyon szépen köszönjük, szóval és várjuk szóval. az érdeklődő középiskolásokat. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.